Az északbácskai gazdák is arra számítanak, hogy a napraforgó vetésével jobban járnak, mintha kukoricamagot ültetnének. Természetes azonban, hogy a vetésforgót is szem előtt kell tartani. Erre a vidékre kevésbé jellemző a szója vagy a cukorrépa vetése. A napraforgó pedig azért is jó döntés lehet a gazdák szerint, mert az elmúlt aszályos években ez az olajnövény bizonyult leginkább szárazságtűrőnek. Szalma Barnabás épp az istállótrágya kiszórásából tért vissza. Gőzerővel készülnek a tavaszi vetésre, amely szerinte a húsvéti ünnepek után április 5-e körül indulhat el. A jószágállomány miatt a fiatal ludasi gazda mégis kukoricából vett többet. Hát, hogyha őszinték volnánk, akkor semmit nem érdemes ültetni, mert a szárak azok nem kifizetődőek, nagyon sok energiát kell belefektetnünk, de így visszatérve, hogy mink kukoricát fogunk ültetni, mivel nekünk sok jószágunk van, és akkor a jószágnak ugye a kukorica az kell a takarmányhoz. Ricánk is, napraforgót is fogunk ültetni. Azzal, hogy az évről évre egyre szélsőségesebb időjárási viszonyok és a folyamatosan csökkenő felvásárlási árak miatt veszélybe kerülhet a szántóföldi kultúrák termesztése, a szakemberek többsége is egyetért. Egyáltalán mit érdemes vetni Északbácskában? Ha a szántóföldi növényekről beszélgetünk, majdnem, hogy semmit nem érdemes nekik. Ugye az őszi vetések azok már a földben vannak, és láthatjuk, hogy megviselte őket ez az enyhe tél és a csapadékmentesség. Úgyhogy ha ez a trend így folytatódik, akkor sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a tavaszi vetés szárazba fog történni, és ez nagyon nem jó. Tehát bármely kultúrára gondolhatunk itt a napraforgótól kezdve a kukoricára, hogyha nem lesz nedvesség, akkor nem tudnak majd kifejlődni a növények. A szárazság miatt egyre kisebb hozamokra lehet számítani, így a termelőket a magasabb felvásárlási árakkal és a támogatások növelésével lehetne ösztönözni, tette hozzá a növényvédelmi szakember. Zorán Ráics, a Zimonyi Mezőgazdasági Kar agrárgazdasági menedzsmentjének tanszékvezetője azt mondta, a szerbiai gazdák egyre inkább az ipari növények, a cukorrépa és a napraforgó termesztése iránt érdeklődnek. Mi smo prošle godine imali pad površina pod pšenicom za 18%. Imali smo pad i kod ječma, uljane repice, čak bez obzira na njenu, da kažem, relativno visoku rentabilnost. Ali ja očekujem da će ići, da taj pad se nastaviti do neke granice. Znate, mora da poštujete neka pravila vezana za svetu prevashodno plodored, ali uljarice su svugde u svetu, se povećavaju površine pod uljaricama. A szakember úgy véli, hogy a magas támogatások jók, de a hektáronkénti közvetlen kifizetések nem feltétlenül garantálják a mezőgazdaság növekedését és fejlődését.